Bár az alaptörvény negyedik módosítása ezt tiltaná, kellő indoklással továbbra is hivatkozhatnak az Alkotmánybíróság korábbi 2012 előtt született határozataira. Így döntött a testület. Az AB egyebek mellett kimondta, az alkotmányjog fejlődésének eddigi eredményei szükségképpen hatással vannak az új alaptörvény értelmezésére is, ezért nem lehet teljesen tiszta lapot kezdeni. A testület azt is kimondta, túl széles jogkört biztosít a bírósági törvény az országos bírói hivatal elnökének. Hag Péter a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Bizonyos feltételekkel hivatkozhatnak a korábbi határozataikra. Ez egy igen tág kategória. Mik ezek a bizonyos feltételek? Hát szerintem az észszerűség a feltétel, amikor a negyedik alkotmány kiegészítésbe, vagy alkotmány kiegészítésbe bekerült az a szöveg, hogy az Alkotmánybíróság a korábbi határozataira nem hivatkozhat. Minden hozzáértő azt mondta, hogy ez teljes abszurditás. Ugye azt a problémát, hogy az új alaptörvény néhány ponton eltér a korábbi alkotmánytól, de mondjuk az emberi jogi fejezetben nagyon sok ponton szinte szó szerint vette át az alkotmány korábbi szövegét, illetőleg az alkotmány is nemzetközi dokumentumokból vett át annak idején. Ugye, hogy ezt a problémát az Alkotmánybíróság 2012. májusában hát úgy mondjam, kezelte, elfogadott a 22/2012 május 11-i határozatát, és ott azt mondta ki, hogy ha a korábbi alkotmányban szereplő szöveg nem változott az alaptörvényben, akkor ott az Alkotmánybíróság a jogbiztonság érdekében, így az észszerűség és a jogbiztonság érdekében. Most is ez volt az indoklásban. Most ugyanez az indoka, természetesen. Most tulajdonképpen ebben a határozatban az Alkotmánybíróság a tavaly májusi határozatának az érveit ismételte meg. Amikor azt mondta, nagyon helyesen, és még egyszer mondom, ez az észszerűség győzelmét jelentheti, hogy a jogbiztonság azt követeli meg, hogy ha van egy jogi szöveg, egy alkotmányos szöveg mondjuk garantálja az élethez való jogot, vagy garantálja a szólásszabadságot, garantálja a lelkiismereti szabadságot, vagy bármi mást, amiben nem változott az alaptörvény szövege a korábbi alkotmányos rendelkezésekhez képest, és erről van alkotmánybírósági esetjog, akkor a jogalanyok, a polgárok, vagy bárki, aki Magyarországon jogokat akar szerezni, az az Alkotmánybíróság döntéséből tudja meg, hogy mit is jelent pontosan az a szöveg, ami az alaptörvényben szerepel. Tulajdonképpen annyira evidenciákról beszélünk, logikus érvekről. Ez ugyanígy logikus volt elmúlt év májusában is, meg az idén júniusban is. Arról is beszéltünk már, hogy az nem tűnik logikusnak, hogy ezt miért kell alkotmánymódosítással ezt az egészet semmivé tenni. Viszont a logikán túl én már itten látom magam előtt a különböző politikai adókapokokat. Tehát lehet, hogy Kövér László már szövegezi az újabb interjúját, mert hogy múltkor is elég keményen neki ment az Alkotmánybíróságnak. Itt most gyakorlatilag arról van szó, hogy ismét a döntésével, a logikus érvelésével az Alkotmánybíróság szembe ment a kormánnyal? Szembe ment a törvényhozóval, tehát azzal a parlamenti többséggel, hát amely elfogadta az alkotmány kiegészítést, de nyilván az alkotmány kiegészítés mögött a kormány állt, ez így van. Ugye két dologra lehetett számítani. Az egyik, hogy az Alkotmánybíróság úgymond meghunyászkodik, és annak ellenére, hogy tavaly májusban egyhangú határozattal, tehát a frissen megválasztott bírók egyetértésével elfogadta azt a döntését, hogy ahol az alkotmány szöveghez képest nem változott a jogi norma tartalma az új alaptörvényben, ott a korábbi alkotmánybírósági határozatok sem változtak. Hozzátéve persze, hogy az Alkotmánybíróság változtathat korábbi álláspontján, és erre is hivatkozik a mostani határozatban, hogy a jogfejlődéssel együtt esetleg újraértékelhet. Megjegyzem, szerintem szerencsés, ha ezt megteszi, akkor világossá teszi, hogy ez most új alapokra helyezi ennek a jognak az értelmezését. De hogy az Alkotmánybíróságtól lehetett volna azt várni, hogy meghunyászkodik, azt mondja, hogy tényleg nem értünk a joghoz, mégiscsak a parlamenti többségnek van igaza, Kósa Lajos elmondta, hogy nem szabad copy-pasztelni, és mostantól ezt nem tesszük. De
Azt gondolom, hogy nem meglepő, hogy az Alkotmánybíróság nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy az az észszerű és a jogállamiság követelményéből az fakad, hogyha az egyes jogi tartalmak értelmezését, ha már a történeti alkotmányra lehet hivatkozni, tehát ha az aranybullára lehet hivatkozni, ha lehet hivatkozni korábbi törvényekre, amik még a háború előtti törvények, akkor az Alkotmánybíróság 20 éves gyakorlatára is lehet hivatkozni, amely egyébként a modern jogállamiság követelménynek megfelelő alkotmányban volt részes, hiszen Magyarországot az akkori alkotmány alapján vették fel az Európai Unióba, és az európai normáknak megfelelő volt a szöveg. Mi értelme volt ennek az egésznek? Én azt látom, hogy a kormányzat presztízs harcokat vív. Tehát ez a rendelkezés, ez szerintem egy viszonylag rövidlátó és indulati motiváltságú rendelkezés volt, amikor... Megleckéztetjük az Alkotmánybíróságot? Igen, én azt hiszem, hogy a kormányzatot meglepte annak idején az, hogy az Alkotmánybíróság minden várakozással ellentétesen az átmeneti rendelkezéseket, az alaptörvény átmeneti rendelkezéseit, amelyről azt gondolta a parlamenti többség, hogy ahhoz nem nyúlhat hozzá az Alkotmánybíróság, azt megsemmisítette. És ezen indulat keretében nem az történt, amit nagyon sok helyen a miniszterelnök, a külügyminiszter és az igazságügyminiszter és mások is kommunikáltak, hogy amit az átmeneti rendelkezésekből az Alkotmánybíróság be akart látni az alaptörvénybe, azt tettük csak bele, hanem beleraktak egy csomó olyan elemet is, amely az Alkotmánybíróság korábbi ítéletei miatti bosszú, ugye ilyen döntések voltak az egyházügyi törvénnyel és a hajléktalan ügyel és más kérdésekkel, és belerakták ezt a szabályt is, hogy nem hivatkozhat a korábbi álláspontjára. Ez azért volt rövid távú, mert ha valaki józanul végig gondolja, és egy picit ért a dologhoz, akkor tudja, hogy ha az Alkotmánybíróság mégis hivatkozik rá, semmilyen eszköze nincs a parlamentnek, hogy ezt megakadályozza. Tehát az Alkotmánybíróság akár tételesen határozat számra hivatkozva hivatkozhat a korábbi döntéseire, akár szó szerint átveszi és idézi. Ez nem copy-paste, ez idézés, és arra épít, egy korábbi döntésére épít. Tehát azt azért senki nem mondhatja, hogy az Alkotmánybíróság, maguk az alkotmánybírák, hajdan volt ellenzéki, jelenlegi ellenzéki politikusok lennének. Egész pontosan nevén nevezve a gyermeket, volt fideszes politikusok, vagy Fideszhez közel, vagy Fidesz volt kancellária miniszter. Tehát, hogy az ő embereik vannak ott, akkor mire ez a harc az Alkotmánybírósággal? Ugye a kérdés az, hogy kiben melyik én kerekedik felül, tehát a jelölő és megválasztó iránti lojalitás az erősebb az egyes alkotmánybírókban, vagy a hivatáshoz, vagy a szakmához. Én minden külön véleményt nem olvastam, és szép számmal születtek most is külön vélemények. Igen, még én sem olvastam, mert ugye ez egy majdnem 50 oldalas határozat, tehát én a lényegét tudtam csak átnézni. Ugye ebben a lényegben megjegyzem, az egész kérdés egy kicsit kilóg az egész határozatból, hiszen amiről az Alkotmánybíróság döntött, az a bírósági szervezeti törvény, amit egyébként a kormány kérte meg, mert a Velencei Bizottsággal folytatott vitájában a döntőbírónak hívta az Alkotmánybíróságot, és itt jön még egy szempont, ami az Alkotmánybíróság feje fölött lebeg, hogy ha az Alkotmánybíróság hoz egy értelmezést, és utána a Velencei Bizottság és esetleg a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság más értelmezést hoz, akkor az Alkotmánybíróság presztízse nagy veszteséget szenved. Tehát most attól lehet tartani, például ugye itt a bírói ügyről van szó, hogy amikor konkrét ügyeket kiadnak más bíróságnak, mint amely a törvény szerint hatásköröl és illetékességgel rendelkezik. Vagy például, amikor az Országos Bírói Hivatal elnöke a pályázati rangsort, akár vezetői, akár bírói pályázati rangsort indokolás nélkül megváltoztatja, vagy úgy hatályon kívül helyezze a pályázatot, hogy voltak érvényes pályázatok. Na most, ha ezek a döntések megmaradtak volna, akkor könnyen lehet, hogy Strasbourgban sorra fogják a magyar ítéleteket megtámadni, és utána a Strasbourgi Bíróság azt mondja, hogy ez nem felelt meg a tisztességes eljárás vagy a jogállam követelményének. Ilyenkor, hogy mindig az, mire a Strasbourgban döntenek, az meg évekig eltart, addig majd ki fog az ügyre emlékezni, de hát nyilván
ezek mind presztízsveszteségnek, vagy több is, mint presztízsveszteségnek. Hát és a nagy politikai horderejű ügyeknek, ami presztízs ügy volt a Fidesz számára is, a Hagyó ügyben, a Sukoró ügyben, a tábornokok pereik ügyében mind volt ilyen áthelyezés, és szinte bizonyosan állítható, hogy ezek az ügyek annak fényében, amit most a bíróság is mondott meg, az magyar kormány is mondott, ezek az ügyek Strasbourgban fognak kikötni, tehát hiába ítélik el Magyarországon ezeket az embereket, 3-4 év múlva ezek újra visszajönnek, és újra terítéken lesznek. Akkor, na mindegy, szóval, hogy 3-4 év múlva is fogunk még erről beszélni, pedig azt hiszem, előbb-utóbb már vége lesz ezeknek az ügyeknek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.